képviselő úr, itt Kamaraerdőben a 10-es számú választókörzetben van egy tó, aminek a kitisztítását tervezik. Erről mit lehet tudni? Ez egy záporvíztározó tó, azt lehet róla tudni. Annak idején, amikor elkezdték az első záporvíztározót készíteni, akkor Kamaraerdő alapítvány volt, aki beszállt ebbe egy kis pénzzel, hogy másfél méterrel mélyebbre ássák a tározót, mint ahogy tervezték, és így az a patak, amelyik a nagyobbik, a hosszúréti patakba folyik bele, az szépen lassan feltöltötte ezt a medencét, és így alakult ki ez a tó. Évek során aztán sajnos ez lassan a szél behordta a port, és lassan elég szaposodott, ezért már korábban felmerült, hogy ki kellene tisztítani ezt a tavat. Nagyon szeretik az ott lakók. Ugye ez a park közepén van, gyerekeket lehet látni, amikor horgáztak a horgászbatokkal. De hát nagyon eliszaposodott, elnádasodott, és az elmúlt évben ennek a kitisztítása történt meg. Több mázsa hordalékot szedtünk ki ebből a záportározó tóból, és akkor született meg a döntés, hogy minél tovább fent tudjuk tartani ezt az egészséges környezetét, ezért egy levegőztető berendezést telepítünk a tó közepére. Ez úgy fog kinézni, mint egy szökőkút tulajdonképpen, amelyik időszakonként bekapcsol, egyrészt látványnak is nagyon szép, másrészt pedig állandó oxigént biztosít a vízhez, tehát nem fog elalgásodni, eliszaposodni olyan gyorsan, mint ahogy ez eddig tette. Csak az a probléma, hogy ezt az iszapot, amit kiszednek onnan, azt külön kell kezelni, mert ez veszélyes hulladéknak minősül. Nem tudom, egy iszap mitől minősül veszélyes hulladéknak. Már pár éve készülünk arra, hogy ezt a tisztítást elvégeztessük. Bízom benne, hogy idén erre sor is fog kerülni. Költségvetésben a város szánt is erre pénzt, úgyhogy az anyagi oldala az biztosított, már csak megfelelő vállalkozót kell találni, aki megfelelő berendezésekkel rendelkezik, jelesen, hogy az iszapot ki tudja szedni a tó aljából, másrészt el is tudja szállítani egy olyan helyre, ahol ezt külön kezelve le lehet rakni. Ez milyen költséggel jár? Ez bruttó 5 millió forint az elektromos áram. Ennek nagy részét, ennek az 5 millió forintnak az elektromos áram odavezetése teszi ki, hisz a Kolozsvári utcáról kell a parkba elvinnünk az áramot egy földkábellel. Mennyi időnként kell tisztítani ezt a tavat? Hogyha ezt a levegőztető rendszert elindítjuk, reményeink szerint 5-6 évig nem kell hozzányúlni, tehát mindenféleképpen azt várjuk, hogy még költségtakarékosabb is lesz, annak ellenére, hogy értelemszerűen az áramfogyasztással és a beruházással jelenleg is költségek merülnek fel.